A kormány hozott egy döntést, és meghirdette a Modern Városok programot. Mind a 23 megyei városba el fogok látogatni a következő hetek és hónapok során. Az első úton vezetett ide Önökhöz, polgármester úr, a leghűségesebb városba, a leghűségesebb magyarokhoz, hogy aláírjuk azt a megállapodást, amely Sopron város számára kinyitja a fejlődés lehetőségét. Hát most az a korszak következik, ezért mondom, hogy egy nagy korszak kapujában áll Magyarország, amikor megindulhatunk, végre lépéseket tehetünk előre. Ennek a ciklusnak a végére 2018-ig minden megyei jogú város be akarunk kötni négysávos autóúttal az ország közúti bérkeringésébe, és minden egyes autóútunknak el kell érni az országhatárt is. Az elmúlt 20 évben sokat változott a helyzet, de még mindig nem része olyan mértékben Sopron Magyarország gazdasági vérkeringésének, hogy részévé kellene, hogy váljon. Ez pedig azért van, mert nem érhető el, nincs feltárva, nem természetes módon tudunk gyorsan, 21. századhoz méltó körülmények között eljutni az Önök városába. Ezt a problémát kell most megoldanunk, és a polgármester úrral való együttműködés keretében ez szerintem sikerülni is fog. Minden nagyvárost arra kértem, hogy vállaljon el egy kárpátai magyar falut. Igen. Vállalja a felelősséget, mentorálja, segítse őket, hozzá a gyerekeket, küldjön a segítséget. Köszönjük! Vigyázzanak magukra, minden jót kívánok! Sok erőt és egészséget!